Kuruc Ábel, Gártonyi Géza novelláját mondta el a színpadon. A fiatalember a méz ellenállhatatlanságáról mesélt a Vörösmarty Színház közönségének. A Munkácsi iskola diákja azt mondja, nagyon szeret ide járni. A legjobban persze nem a tanórákat, hanem a sportolási lehetőségeket kedveli. Azért szeretem, mert szerintem a külseje is jó, meg focizni nagyon szeretek benne. Meg hát én rajzolni is szeretek, és egyértelműen ez rajzszakozatos iskola. A gála műsorait úgy állították össze a pedagógusok, hogy a produkciókon keresztül mindenki számára egyértelművé váljanak az iskola által tiszteletben tartott és tanított értékek. Az igazgató helyettes szerint a fellépésre az intézmény alsó és felső tagozatos diákjai is nagy izgalommal készültek. A gála műsoron szeretnénk felvonultatni azt a gazdag népi hagyomány együttest, amivel a gyerekeink megismerkednek. A néptánc hagyományokra alapozva, illetve a mozgásra alapozva készültünk. A Munkácsi Mihály Általános Iskola padjait először 1966-ban foglalták el a gyermekek. Azóta több generáció tanult meg itt például írni és olvasni. Az igazgató úgy véli azonban, hogy az alapműveltségen túl számtalan más értékes tudnivalót is elsajátíthatnak ebben az intézményben a gyermekek. A 90-es évektől történtek a legjelentősebb történetek, kezdve azzal, hogy a szakiskolai képzést elindítottuk, az emeltszintű vízválasztás képzést, a környezeti nevelés programot, amely már 20-20 éves. Az ünnepségen zsúfolásig megtelt a színház nézőtere, ahol nem csak a fellépő gyermekek szülei foglaltak helyet, hanem egykori munkács is pedagógusok és az intézmény támogatói is. A jubileumi rendezvények sora ezzel a gála estel fejeződött be a majdnem fél évszázados intézményben.